Európai Uniós támogatást nyert Kisléta a szegregált élethelyzetek felszámolására. Ezt egy komplex program segíti a településen. Ennek köszönhetően nagy mértékben javulhat az életminőség és az elhelyezkedési mutatókon is, segít a pályázat. Az ország területén 709 településen összesen 1384 főként romák lakta telep, illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott településrész található, amelyben az ország lakosságának 2,8%-a él. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliség, szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek. A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők, illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják meggátolni. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamattámogatással kísért szakmapolitikai beavatkozások szükségesek. A támogatások célja a szegregált lakókörnyezetben, mély szegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkóztatásának és integrációjának segítése. Vennünk a stúdióban Pénzes Sándor Kisléta polgármester. Jó napot kívánok, polgármester úr! Akkor ezek szerint önöknél is jellemző a probléma, és pályáztak. Mire is pályáztak konkrétan? Szegregált élethelyzet komplex felszámolására. Ez azt jelenti, hogy a szegregátum van Kislétán, és ebben a szegregátumban élőknek próbáljuk megoldani a helyzetét. Képzéses programokra nyertünk 200 millió forintot, és szociális bérlakások építésére közel 200 millió forintot, ami azt jelenti, hogy öt különböző képzést indítunk a szegregátumban élőknek, motoros fűrész képzés, térkőgyártás, mezőgazdasági munkás, parkrendező és intézményi takarítók lesznek. Ilyen képzéseket próbálunk megvalósítani. Az épületek... Ilyenkor felmérik egyébként, hogy mire van igény? Igen, felmértük, kutatásokat végeztünk, és ezek voltak azok a szakmák, és a környező településeken is, ahol ezekkel a szakmákat, ha elvégzik, akkor tudnak elhelyezkedni. 5 darab szociális épületet fogunk építeni, ami önkormányzati tulajdonban lesznek. Lesz egy közösségi házunk, amit nem a szegregátumban fogunk, ami ennek a nagyon fontos része, hogy nem a szegregátumban fognak épülni ezek az épületek, hanem a település különböző részeire fogjuk építeni, ami azt próbálja, hogy a szegregátumból kiszakítani 5 olyan családot, ami hogy az olyan ingatlanban élnek, olyan lakásokban élnek, ami már nem megfelelő, és megpróbáljuk beintegrálni őket a településre, hogy normális körülmények között tudjanak élni. Lesz egy közösségi házunk, amiben olyan dolgokat, különböző oktatásokat ott is fogunk tudni elvégezni, képzéseket a gyerekeknek, akár tánc, zene, oktatás, bármit, amit el tudunk végezni, ez is a település központjába fog épülni, és lesz egy csillagpont épület, ami a szegregátumba fog épülni. Ez fog tartalmazni egy mosodát és egy tisztálkodó helyiséget magyarul, ahol le lehet zuhanyozni és meg lehet fürödni, akiknek esetlegesen a szegregátumban élőknek nincs vizes blokkjuk. Arra vonatkozóan van-e valamilyen felmérés, hogy hány embert érint ez a pályázat? Hány embert fognak integrálni ebbe a képzésbe is, ezekbe a képzésekbe? 40-50 ember, aki a képzésben esetleg részt tud venni, de ha mind az 5 tanfolyamot fogjuk venni, ez összesen akár több 100 emberre is kihathat pozitívan. Gyakorlatilag a szegregátumban, 2 szegregátum van Kislétán sajnos. Az egyik szegregátum, amelyeket ez a pályázat érinti, ebbe körülbelül egy olyan 250-en laknak. 250-300 lakosa van. Távoli célok, ezt mindenképpen meg kell kérdeznem. Hát a távoli cél az lenne ezekkel a képzésekkel, hogy minél több embert vissza tudjunk vezetni a piaci szférába. Nagyon sok munkahely van Nyírbátorban és a környező településeken, a gyárakban sajnos nincs megfelelő munkaerő, és megpróbáltuk ezekkel a gyárakkal is. Több gyárlátogatáson voltam, hogy megpróbáltuk felvenni a kapcsolatokat a vezetőkkel, hogy olyan takarítókra nincs takarító például, és a takarítást is azért vettük fel az oktatások közé. Mennyi idő alatt szeretnék ezt megvalósítani? Ez a szegregált élethelyzet, ez 2 éves az egyik része, és ezt ebbe ilyen hosszú távon kellene ezt megvalósítani. A
bérlakások azok pedig egy év alatt fognak elkészülni. Már a szerződés, a támogatási szerződés aláírására várok, ahogy alá tudjuk írni, megpróbáljuk a közbeszerzést lebonyolítani, és kezdenénk a beruházás minél hamarabb. Az érintettek hogyan fogadták, vagy fogadják? Egy kicsit nem tudták még ezt rendesen felmérni, hogy ez milyen nagy előnyökkel fog nekik járni, de én úgy érzem, ahogy az idő előre haladtával ez pozitív lesz mindenféleképpen az ő számukra is. Nem csak erre pályáztak, hanem pályáztak még számtalan infrastruktúrális fejlesztésre is, például belvíz. Elvezető. Igen, csatorna. Belvíz elvezetés, 100 millió forintot nyertünk, közel 100 millió forintot belvíz elvezetésre. Ez is pont a Bocskai utcától a szegregátumunkat érinti az egyik része, a másik része a Jókai utcát. Ez is nagyon-nagyon kell nekünk, mert nincs megoldva a belvízünk sajnos ebbe a két utcába. Pályáztunk még energetikai, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. Ebben nyertünk közel 55 millió forintot, az önkormányzatunk az már kész, múlt héten volt az átadása. Amire gyakorlatilag átalakítottuk, homlokzati hőszigetelést kapott az önkormányzati épülete, nyilászárót cseréltek, és akadálymentesítettük az épületet és a vizes blokkot is. Úgyhogy gyakorlatilag a 21. századnak így már az önkormányzati épülete megfelel. Napelem került az önkormányzati épületére, de ennek a pályázatnak a keretén belül nem csak az önkormányzati épülete kapott napelemet, az általános iskolánk, a konyhánk, az óvodánk és az öreg otthonunk is kapott még ebből a napelemből, úgyhogy én úgy érzem, hogy maximálisan előre haladunk ezzel a dologgal. Csökken a rezsink, ami egy óriási segítség a mi kis településünk életébe. És ráadásul fejlődik a kerékpárút hálózat. Igen, Nyírbogát, Máriapócs közt épül, erre is nyert. Maga egy konzorciumban nyertük, Nyírbogáttal és Máriapóccsal, ami a mi részünk, az egy közel 150 millió forintos rész, és bekapcsolódunk teljesen Nyírbogáton keresztül a Debrecennel összekötő bicikliút, Nyírbátor Debrecennel akár el lehet menni biciklivel most már, ha ez a bicikliút megvalósul. De nem csak a kerékpárút hálózat fejlesztésről van szó, hanem az autósok is örülhetnek. Igen, az autósok is örülhetnek, nagyon régen vártunk erre. Nyírbogát és Kisléta között új aszfaltot kap az útburkolat. Nagyon-nagyon rossz útburkolatunk volt, közel 400 millió forintot nyertünk erre is, úgyhogy ez is egy óriási nagy lehetőség számunkra. Nagyon-nagyon régen vártunk erre a pályázatra már. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy azért több 100 millió forintból fejlődik most Kisléta települése. Hát egy-két dolgot még hagyd mondjak el. Piactér kialakítására nyertünk közel 50 millió forintot, ami egy piactér teljesen 21. századi vizes blokk kialakításával, mozgáskorlátozott WC kialakításával, parkoló kialakításával fog megvalósulni ez a piac a főtéren Kislétának. A konyhai eszközökre, mert van egy konyha épületünk, ami az önkormányzat tulajdonát képezi, arra nyertünk 20 millió forintot, minden berendezési tárgyat, új légtechnikával ki fogjuk cserélni az egész konyha eszközeit. Zsidó temető van Kislétán, 38 olyan családnak a sírja van ott Kislétán zsidó temetőben, ami a Mazsihisszal közösen nyertünk 12 millió forintot ennek a síroknak a felújítására. A református egyházunk teljesen meg fog újulni, közel 50 milliót nyertek, a görög egyház is nyert 40 pár millió forintot, úgyhogy én úgy érzem, hogy közel 1 milliárd forint jön a településre az elkövetkezendő egy-két évben. Ilyen még Kisléta életében soha nem történt meg. Én úgy érzem, hogy 21. században maximálisan ezek a beruházások, ha megvalósulnak, maximálisan ott leszünk. További sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm a kívást.